Ambíció. Románia Klaus Johannis idén leköszönő államfőt javasolja a NATO főtitkári tisztségébe, miután lejár Jens Stoltenberg mandátuma. Több befolyásos NATO tag azonban már jelezte, Mark Rutte volt holland miniszterelnököt látnák szívesen a tisztségben. Székely Szabadság napja. Nem vehetett részt Izsák Balázs SNT elnök azon a gyűlésen, amelyen láttamozták az általa vezetett szervezet beadványát a Székely Szabadság napján tervezett megemlékezésre és tiltakozó menetre. A döntés értelmében a megemlékezésen nem lehetnek sokan, és ismét csak a járdán menetelhetnek. Kolozsvár. Mátyás király születésnapján szerveztek rajz- és fogalmazás pályázatot kisiskolásoknak a nagykirály szülővárosában, Kolozsváron. A rendezvény végén megkoszorúzták Fadrusz János a főtéren álló monumentális Mátyás szobrát. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Értesítette Románia a NATO tagállamait arról, hogy jelölni kívánja Klaus Johannis államfőt a főtitkári tisztségre. Erről a Bloomberg értesült, a kormány szóvívő nem erősítette meg, de nem is száfolta a hírt. Klaus Johannis román államfő NATO főtitkárként folytatná politikai pályafutását, azonban ez a forgatókönyv nem tűnik valószínűnek, mert befolyásos tagállamok már jelezték, Mark Rutte volt holland kormányfőt támogatják a tisztség elnyerésére. Jennifer Jacobs, a Bloomberg fehérházi tudósítója az X közösségi oldalon azt írta, hogy Bukarest lépése megnehezíti a többi szövetséges azon törekvését, hogy Mark Rutte legyen a NATO következő főtitkára. A nagy hírnévnek örvendő sajtóorgánum szerint Johannis megszerezheti a balti országok támogatását, sőt a Magyarországét és Törökországét is. A román államfő esélyei azonban még így is csekélyek, mert a Reuters értesülése szerint a NATO 31 tagállama közül 20 támogatja Rutte jelöltségét, köztük az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország is. Az ügy kapcsán Mihály Konstantin kormányszóvivőt is megkérdezték az újságírók. A hírt nem erősítette meg, de nem is állt szándékában megcáfolni. Többen kérdezték már önök közül, sőt külföldi újságírók is. Ez a téma nagy érdeklődésre tart számot nem csak Romániában, de jelenleg a kormány nevében nincsenek adataim arra vonatkozóan, hogy a témában tájékoztatást nyújthassak. A bukaresti sajtóban nem először merült fel, hogy Johannis átvenni a NATO főtitkári tisztséget. Románia washingtoni nagykövete már 2022-ben úgy vélte, Johannisnak jó esélyei vannak arra, hogy megszerezze a főtitkári posztot. Johannis jelölésével egyébként az is összefüggésben állhat, hogy a koalíciós pártok arról döntöttek, hogy december helyett szeptemberben rendezik meg az államfőválasztást Romániában. Újabb állásokat szabadít fel a kormány az egészségügyi rendszerben, erről csütörtöki ülésén döntött a Csoláku kabinet. Jóvá hagyta a kormány azt a memorandumot, amely lehetővé teszi, hogy a helyi egészségügyi és szociális intézmények versenyvizsgát hirdessenek összesen 2010 tavaly megüresedett vagy ideiglenesen megüresedett állásra. Ha ehhez hozzáadjuk a januári döntésünk nyomán felszabadított 7600 állást, kijelenthetjük, hogy az idei évben közel 10 000 új orvost, asszisztenst, ápolót és egészségügyi személyzetet kívánunk bevonni az állami kórházakba és a szociális ellátásba. Szerinte ez javítja a szolgáltatás minőségét, ugyanakkor csökkenti a kórházak jelenlegi egészségügyi személyzetére nehezedő nyomást. Az intézkedéssel konkrétan 599 orvosi állást szabadítanak fel. Január 1-e óta egyébként az egészségügyi intézményeknek már nincs szükségük a kormány engedélyére a megüresedett posztok betöltéséhez. Január 11-én ugyanis a kormány két hasonló memorandumot fogadott el, amelyekkel egyrészt az egészségügyi minisztérium, másrészt a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményekben szüntették meg a létszámstopot. Jóvá hagyta a Marosvásárhelyi Láttamozó Bizottság a Székely Nemzeti Tanács által szervezett március 10-i Székely Szabadság napja rendezvényt. A bizottság ülése ezúttal nem volt sajtónyilvános.
Pénteken ült össze Marosvásárhelyen az a bizottság, amely a március 10-i Székely Szabadságnapja nyilvános rendezvényt látta mozta. A Székely Nemzeti Tanács szervezte esemény egy megemlékező nyilvános gyűlésből, egy kiáltvány elfogadásából és egy menetelésből áll a kormányhivatal épületéig, ahol a rendezvény kiáltványát átnyújtják a kormány megbízottnak. Bár a láttamozó bizottság gyűlésére az elmúlt években meghívást kapott Izsák Balázs, az SNT elnöke is, idén kizárták a teremből. A csendőrség sem őt, sem a sajtót nem engedte be. Legjobb tudomásom szerint, ahogy szóban értesültem erről, a március 10-re szervezett rendezvényünk, a Székely Szabadság napja, engedélyezésével most zajlik a tanácsteremben a láttamozó bizottság ülése. Az elmúlt években, amióta ezt megszervezzük, minden alkalommal vendégként beültünk és részt vehettünk a láttamozó bizottság ülésén. Most az az új álláspont, hogy az nem volt törvényes, bár a törvény nem változott azóta. Elmondta, kérte a bizottságot, hogy írásban is tájékoztassák, hogy miért nem engedték be a gyűlésre. Hozzátette, mivel nem volt jelen a gyűlésen, ahhoz, hogy megtudja, milyen döntés született, bírósági úton fogja kérni az ülés jegyzőkönyvét. Az ülésről távozó Sors Zoltán polgármester nem kívánt kamerák elé állni, de közölte, a rendezvényt megtarthatják, amennyiben nem lesz túl nagy a tömeg, a felvonulással nem zárják le az utakat, illetve felszólítják a résztvevőket, hogy a román állam szimbólumaiban ne tegyenek kárt. A korábbi években rendszerint megbírságolták a szervezőket és egyes résztvevőket különböző ürügyekkel. A bírságokat a legtöbb esetben sikerült jogi úton érvényteleníteni. Az európaiak mindössze 10%-a véli úgy, hogy Ukrajna legyőzi Oroszországot, derül ki az orosz-ukrán háború kitörésének második évfordulóját megelőzően közzétett európai felmérés eredményeiből. Mutatjuk a részleteket. Ukrajnára nézve egyre borúlátóbban vélekednek az európai lakosok az orosz-ukrán háború végkimenetelével kapcsolatban. Derül ki a Külkapcsolatok Európai Tanácsa több nemzetiségű felmérésének ma közölt eredményeiből. A felmérésben résztvevő 12 ország megkérdezett válaszadóinak mindössze 10%-a gondolja azt, hogy Ukrajna legyőzi Oroszországot. 20% szerint utóbbi nyeri meg a háborút. Az ukrajnai sikerekbe vetett bizalom Európa szerte csökkent, még a legoptimistább válaszokat adó svédek, lengyelek és portugálok körében is csupán minden ötödik megkérdezett gondolja azt, hogy Kijev győzhet. A legtöbben úgy vélik általában a válaszadók 37%-a, hogy a háborúzó felek kompromisszumra jutnak. A romániai válaszadók közül kétszer annyian gondolják azt, hogy az oroszok nyernek, mint ahányan úgy vélik, az ukránok győznek. Az eloszlás 9-18%. A válaszadók között fele-fele arányban oszlik meg azok véleménye, akik szerint Ukrajnát segíteni kell az oroszok által elfoglalt területek visszaszerzésében, és akik szerint abban kellene bátorítani Ukrajnát, hogy kössön béke megállapodást. A romániai válaszadók 50%-a a békepaktumot, 21%-a területek visszaszerzését szorgalmazza. Ugyancsak fele-fele arányban oszlik meg azok véleménye, akik országukra nézve fenyegetésnek, és azoké, akik országuk számára lehetőségnek találják az ukránokat. A romániai válaszadók 35%-a fenyegetésként, 13%-a lehetőségként tekint az ukránokra. Ugyancsak fele-fele eloszlást eredményeztek az arra a kérdésre adott válaszok, hogy az Európai Unió pozitív vagy negatív szerepet töltött be az ukrajnai háborúban. A romániai válaszadók 28%-a pozitív, 39%-a negatív szerepet tulajdonít ebben a kérdésben az EU-nak. A válaszadók átlagban 56%-át eléggé vagy nagyon kiábrándítaná, ha Donald Trumpot visszaválasztanák az Egyesült Államok elnökévé. A felmérés szerint egy ilyen eredmény Magyarországon okozná a legkevesebb kiábrándultságot. Rögtön Magyarország előtt találjuk Romániát, ahol a válaszadók 18%-a nagyon vagy eléggé elégedett lenne azzal, ha Trumpot választanák, 34%-át viszont eléggé vagy nagyon kiábrándítaná egy ilyen eredmény. A felmérést januárban készítette online a Data Praxis és a YouGov 12 Európai Uniós ország több mint 17 000 állampolgára körében. Beszámolt a Maros megyei rendőrség a 2023-as évi tevékenységéről. Tavaly 20%-kal csökkent a bűncselekmények száma a megyében, ami pedig a baleseteket illeti. 2023-ban 159 súlyos baleset történt, 6%-kal kevesebb, mint 2022-ben. Ezek 27 halálos áldozatot követeltek.
381 letartóztatást rendeltek el összesen 2023-ban Maros megyében, számolt be a tavalyi tevékenységéről a Maros megyei rendőrfőkapitányság. Elmondták, 324 házkutatási parancsot hajtottak végre, és 159 személlyel szemben rendeltek el megelőző intézkedéseket. Ezen felül a rendőrök 1950 bűnügyi nyomozást folytattak le. A bűncselekmények 70%-át városban, 30%-át pedig a vidéken jelentették. A legtöbb bűncselekményt 62%-ot nappal, 38%-ot pedig éjszaka követték el. A legsúlyosabb esetek az utcai rablások voltak. Ugyanakkor a 2023-as évben a bűncselekmények száma 20%-kal csökkent, mondta el Konstantin Mihalaki rendőrfőnök. A rendőrök 2023-ban összesen 381 személyt tartóztattak le a bűncselekmények elkövetői ellen benyújtott bizonyítékok alapján. Emellett 1933 vizsgálatot végeztek a biztonsági rendszerek működése kapcsán, összesen 3637 megelőző tevékenységet végeztek az iskolákban és azok környékén, és 887 felügyelet nélkül hagyott fiatalkorúra találtak rá. Az illegális fakitermelés visszaszorítására 512 ellenőrzést szerveztek, és 405 bírságot szabtak ki, ezek összege meghaladja a 681 ezer lejt. Több mint 2000 köbméter faanyagot koboztak el, mintegy 530 ezer leértékben. A megyében 2023-ban 159 súlyos közúti baleset történt, 6%-kal kevesebb, mint 2022-ben, ezek 27 halálos áldozatot követeltek. A balesetek fő okai a kerékpárosok szabálysértései, amelyek az összes súlyos közúti baleset 18%-át teszik ki, és az útviszonyoknak nem megfelelő sebesség az esetek 15%-ában. További gyakori ok a gyalogosoknak való elsőbségadás elmulasztása. 2023-ban a közlekedési rendőrség 512 ellenőrzési akciót szervezett a közutak biztonságának növelése érdekében, és összesen 34.232 bírságot szabtak ki különböző szabálytalanságok miatt. Hunyadi Mátyás születésnapja alkalmából 10. alkalommal díjazták azokat a pályázókat, akik rajz vagy fogalmazás formájában mutatták be, hogyan ünnepelné Mátyás király a születésnapját, ha napjainkban élne. Idén közel 400 rajz és 50 fogalmazás érkezett a pályázati felhívásra. 581 éve ezen a napon, február 23-án született Kolozsváron első Mátyás Magyarország királya, más néven Igazságos Mátyás. Szülővárosában évente megemlékeznek a jeles napról. A Kolozs megyei RMDS, a Mátyás Rex Egyesület és a Kolozs megyei Nőszervezet 10. alkalommal hirdetett meg a születésnap alkalmából rajz és fogalmazás pályázatot, amelyen az óvodás és elemi iskolás gyerekek rajzban, az általános iskolások pedig fogalmazásban mutathatták be, hogy szerintük Hunyadi Mátyás hogyan ünnepelné napjainkban a születésnapját. Ami a pályázatokat illeti, rajz és fogalmazás pályázatokról volt szó, közel 400 rajz, illetve közel 50 fogalmazás érkezett be. A rajzpályázatok az az elemiseknek, illetve óvodásoknak szólt, illetve a fogalmazás pályázat az az 5-8-osoknak volt kiírva. A gyerekeknek a pályázat minden évben nagyszerű lehetőség arra, hogy szórakozva tanuljanak Mátyás királyról. Nagyon élveztem, szeretek rajzolni, és hát azt rajzoltam le, hogy az alattvalók hogyan készülnek Mátyás király születésnapjára, és hogy milyen ajándékot készítenek neki. Rajzol. Esetleg, hogyha elmesélnéd, hogy mi van a rajzon, hogyan készítetted? Mátyás király van a rajzon, ahogy ünnepel. Pénteken a születésnap alkalmából többször is megszólalt a La Primavera reneszánsz dallama kolozsvári önkormányzat tornyából, illetve a legkreatívabb diákok díjazása után megkoszorúzták a város főterén Mátyás lovas szobrát. Új rohamentő autót kapott a Kovászna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A járművet részben magánadományból, részben Kovászna megye tanácsának finanszírozásával vásárolták. Az átadásra ma délben került sor Sepsiszentgyörgy központjában.
Am decis împreună că asta ar fi cea mai bună soluție. Gyorsabban, hatékonyabban és biztonságosabban jutnak el balesetek helyszínére, illetve segítségre szoruló betegekhez azzal a speciális járművel, amelyet ma adtak át a Kovászna megyei katasztrófavédelemnek. A 170 lóerős autót sürgősségi beavatkozásokra, szakképzett elsősegélynyújtásra, betegszállításra tervezték, traumás és közúti balesetek, katasztrófák során használható. A jármű összkerék meghajtással és emelt alvázzal van ellátva, aminek köszönhetően nehezen megközelíthető helyekre is eljuthat a mentés. Beszerzése a magán és közszféra közti együttműködés révén vált lehetővé. Számunkra mindig a legfontosabb az emberek egészsége és biztonsága. Háromszéken éppen ezért az egészségügyi rendszerben, a tűzoltóság felszereléseibe fektetünk nem csak figyelmet, hangsúlyt, hanem sok-sok pénzt is. 160 ezer euróból pedig most egy olyan speciális mentőautót vásároltunk, amelynek egyik részét az összegnek Kovászna megye tanácsa, másik részét pedig egy nagyobb háromszéki magáncég adományozta, és átadtuk ma a tűzoltóságnak használatra, hiszen minden egyes nap látjuk, hogy sajnos szükség van ezekre az eszközökre. Az autó a legmodernebb eszközökkel van felszerelve, amelyek az életmentéshez szükségesek. A beteg életfunkcióinak a monitorizálását defibrillátor végzi, mely újraélesztő funkciót is ellát. Továbbá vákumsinekkel, vákummatraccal, gerincrögzítő készlettel, hordágyakkal, oxigénpalackokkal van felszerelve. Kovászna megyében csupán 10 rohammentő autó van szolgálatban, ráadásul több már meghaladta a tervezett szolgálati időt. A Kovászna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai az elmúlt 10 évben mintegy 30 ezer bevetésen vettek részt, csak a tavaly 3700 esetben mentettek életet. Első fokon 20 ezer lej bírság kifizetésére kötelezte az Országos Restitúciós Hatóság a háromszéki Régy polgármesterét, mivel éveken keresztül késleltette a településen a földvisszaszolgáltatási ügyek intézését. Dombora Lehel, a település elöljárója, fellebbezett a bíróságon, kérte az ANRP által kiállított jegyzőkönyv érvénytelenítését és a bírság eltörlését, de a Kovászna megyei törvényszék csupán enyhítette a büntetés mértékét. Összesen 270 tulajdonjogrendezésére beérkezett igény esetében nem tette meg a szükséges lépéseket Dombora Lehel, Régy polgármestere. Az Országos Tulajdon Visszaszolgáltató Hatóság megállapítása szerint 2017 és 2022 között a vizsgálat időpontjáig 5 éven keresztül nem tett lépéseket a tulajdon visszaszolgáltatás esetében, 44 esetben pedig a kártérítési igényeket nem továbbította a hatóságok felé. Ezek az iratok itt mind ügyintézésre várnak a polgármesteri hivatal irodájában. Az önkormányzat által felkért topográfus szerint nem hanyagságból nem haladtak a folyamatokkal, az adminisztráció és a bürokrácia számos buktatójával meg kell küzdeniük, amikor a kéréseket elbírálják. Például, ha egy földterületre szóló igénylést kétszer adnak le, vagy egyszerűen eltűnik a kapcsolattartó személy. Voltak a 18-as törvénnyel olyan személyek, akikről nem tudunk, tehát semmi adatunk nincsen róluk. Tehát lerakták a doszart a 90-es évek elején, és utána többet nem is jelentkeztek. Itt, mikor a birtokhelyezési lap elkészült, megvannak a térképek, minden, egyszerűen nincs, akivel aláírattassuk ezeket az aktákat, már nem tudunk semmit róluk. A polgármesteri hivatal mellett szól az is, hogy a megyében az elsők között voltak, akik az ingyenes telekkönyvezést elkezdték a községben. Valószínű a területek átláthatósága miatt is derülhetett fény a többszörös mulasztásra, vallja a topográfus. Végül az előzetesen megítélt büntetés felét 10 000 lejt kell majd befizetnie Régy polgármesterének. Mivel az önkormányzat nem számít jogi személyiségnek, ilyen esetekben mindig az előjáró személyére róják ki a pénzbírságot. Első alkalommal szerveznek kórháznapokat Székelyudvarhelyen. A most hétvégén zajló eseményre 849 szakember regisztrált.
Az egészségtudomány a kapcsolatteremtés és fejlődés iránti elhivatottság jegyében szervezik meg idén első alkalommal a kórháznapokat Székelyudvarhelyen. A rendezvény csütörtöktől szombatig zajlik, szervezője a Székelyudvarhelyi Városi Kórház, partnerségi kapcsolatban a Hargita megyei orvosi kollégiummal, az asszisztensek rendjével és Székelyudvarhely polgármesteri hivatalával. A rendezvényhez online regisztrációra volt szükség, 849-en jelentkeztek az eseményre. Hát elsősorban egészségügyben dolgozó szakemberek lesznek a fő résztvevői a konferenciának, de nem csak. Orvosok, asszisztensek, diákok, az ők részvételükre számítunk elsősorban, de nyilvánvalóan részt vehet a rendezvényen bárki, aki érdekel van az előadásokra. A rendezvény lehetőséget biztosít majd az ismerkedésre, de fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek megosztják majd egymással tapasztalataikat, tudásukat. Emellett hazai és külhoni szakmai meghívottakkal fogják megvitatni az orvostudomány aktuális kérdéseit. Ez pedig mind azt szolgálja majd, hogy a betegek még jobb ellátásban részesülhessenek. Habár az idei lesz az első kórháznapok Székelyudvarhelyen, azt szeretnék, ha ez a későbbiekben hagyománnyá válna. Turisztikai desztinációs menedzsment alakult Borszéken, amelynek a helyi önkormányzat mellett turisztikai szolgáltatók a tagjai. A szervezet célja a település és a turisztikai szolgáltatások népszerűsítése. Még mindig a borvízkutak miatt látogatják legtöbben Borszéket. Sok turista hallott már az ásványvizek jótékony hatásáról, keresi fel a borszéki kutakat és fogyasztja a gyógyvizeket. De az utóbbi években nagyon sokan azért töltenek el több időt Borszéken, mert működik a sípálya akkor is, amikor a meleg miatt már máshol nincs hó. Ez úgy működik nálunk, hogy hát télen mint sípálya, nyáron pedig mint boppálya. Mikor a téli szezonnak vége, akkor a havat próbáljuk minél hamarabb elpucolni, hogy a boppáját tudjuk felszerelni. Ez úgy működik, hogy a boppáját leszereljük, és télen ugye a sípálya. Mert a felvonóval történik a felvonás a bobnál is. Az elmúlt években számos látványos beruházásnak köszönhetően lényegesen megnőtt a turisták száma a kisvárosban. Az egy éve átadott gyógyfürdőnek köszönhetően az év minden napján sok vendég érkezik Borszékre, főleg a környező megyékből, de az ország más részéről is. A szolgáltatások egységes népszerűsítése érdekében az önkormányzat javaslatára létrehozták a Borszék turisztikai desztinációs menedzsmentet. Célunk az, hogy egy közösen fogjunk össze és egy közös marketinget kezdünk kidolgozni, hiszen eddig én azt láttam, hogy ment külön a spának a promója, ment külön a sípálynak, a bobnak, külön a szálláshelynek, de ez sehogy volt összekapcsolva, és most ezt össze szeretnénk kapcsolni, és Borszéket, mint a turisztikai destinációt szeretnénk eladni, és minél több turistát ezáltal így bevonzani. A szervezetnek 25 alapító tagja van, az alaptőke felét az önkormányzat, felét a turisztikai szolgáltatók fizetik be. A TDM létrehozásával párhuzamosan turisztikai promóciós adót is bevezettek a fürdőtelepülésen. Ez azt jelenti, hogy a turisták vendég éjszakánként 3 lejtkel fizessenek, a szállásadók által átutalt összeg a menedzsment költségvetését gyarapítja. Hoki és harcművészet, sporthírekkel folytatjuk. Gyergyói örömmel zárult az Erste Liga alapszakaszának 5. székely rangadója. A gyergyószentmiklósi műjégpályán a gyergyói hokiklub 5-3-ra győzött a csíkszeredai sportklub ellen. Az Erste Liga alapszakaszában rangadóhoz méltó mérkőzést vívott a gyergyói hokiklub és a csíkszeredai sportklub. Noha a címvédő gyergyói hokiklub 3 gólos előnyt szerzett, szoros küzdelmet láthattunk, hiszen a csíkszeredai sportklub nem adta könnyen magát. Végül Gyergyószentmiklós 5-3 arányban győzött. A vezetőedzők szerint mindkét csapat jól teljesített. Minden kettő csapat jó játszani, jó harcolni. Szerintem harmadik harmad még jobb harcolni. A harmadik harmadban 2 gólt is lefaragott a hátrányból a csíkszeredai sportklub, ám amikor megpróbált a kapus lehozásával emberfölényt kialakítani az egyenlítés reményében, a házigazdák az üres kapuba lőtt góllal lezárták a meccset. Lendületesen sok helyzetet kialakítva nem sokat adtunk az ellenfélnek.
ugye, amiben régen is jók voltak, hogy nagyon jól ugrálnak el. Ezek a megugrásokat azért nagy részében izoláltuk. Utána pedig sajnos a harmadik harmadban üresbe raktuk az autót. Az Erste Liga tabellán így a Csíkszeredai Sportklubban negyedik helyen áll, 5 pontra lemaradva a harmadik helyezett Gyergyói Hoki Klubtól. Legközelebb pedig mindkét csapat szombaton lép pályára. A csíkszeredaiak vendége Dunaújváros lesz, a Gyergyói Hoki Klub pedig Debrecent fogadja. Első alkalommal szervezték meg Maros-Szentgyörgyön a Nemzetközi Rising Warriors harcművészeti kupát. A kezdő sportolók többsége először próbálhatta ki verseny keretében, amit az edzéseken elsajátított. A harcművészetek népszerűsítése volt a célja a Maros-Szentgyörgyön első alkalommal megszervezett Rising Warriors nemzetközi harcművészeti kupának. A nézők 5 harcművészeti szakágat is megtekinthettek, mint a kickbox, a wushu, a jiu-jitsu, az MMA, de a hagyományos birkózás is. Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere szerint nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, amelyet remélnek, hogy jövőre is meg tudnak majd szervezni. A sport egy nagyon fontos dolog. Mint polgármester az a meggyőződésem, hogy egy egészséges társadalom, egy egészséges közösség úgy lehetünk, nem csak azáltal, hogy minden utcát is leaszfaltozunk, vagy a környezetet védjük, hanem azáltal is, hogy szellemileg, lelkileg, fizikailag adunk magunkra, táplálkozunk. Az esemény főszervezője szerint barátságos jellegű, kezdőszintű versenyről van szó, amelyet azért szerveztek meg, hogy a kezdősportolók versenyen is kipróbálhassák, amit edzéseken tanultak. Erről az eseményről annyit kell tudni, hogy elsősorban azért szerveztük, hogy a harcművészeteket szélesebb körbe is úgymond promováljuk. Pont emiatt egy jó pár bemutató meccset is tartottunk a különböző sportágakból, a küzdősportok világából. A versenyzők szerint nem csak az a fontos, hogy nyerjenek, hanem hogy jól is érezzék magukat. Nagyon jól éreztem magam, az első versenyem volt, 4 hónapja edzek, azelőtt csak fociztam, küzdősportot nem végeztem. Nagyon jól éreztem magam. A polgármester szerint a nagy érdeklődésnek köszönhetően jövő héten egy bemutatót fognak tartani az iskola diákjai számára is, hogy ők is megismerhessék a küzdősportok világát. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.